Most van itt egy olyan konkrét ügy, amelyet a Mi Hazánk mozgalom robbantott ki. A Mi Hazánk soproni képviselője, önkormányzati képviselője volt az, aki először feltárta, hogy Vitnyéd mellett a Cser Major területén valamilyen titkos építkezés folyik. Itt bizony menekültábor, amit mi migránstáborra tudunk fordítani, fog felépülni, megvalósulni. Novák előtt az írásbeli kérdésére sem kapott egyértelmű választ, csak megint azt a ködös maszlagot írta le a belügyminisztérium, hogy a migráció ellen megvédi Magyarországot. Hát, hogyha a vendégmunkásokat hoz be, hogyha embercsempészeket enged szabadon, és hogyha ilyen titokban, ilyen migránstáborok építésén gondolkozik a kormány, akkor egészen biztosan nem védi meg a magyarokat a bevándorlástól és a migrációtól. Az államtitkár úrtól várom a konkrét választ, hogy mit akarnak ott építeni, mi az az építkezés, amit a készenléti rendőrségnek kell biztosítani 3-4 méteres kerítések mögött, milyen építkezés zajlik Vitnyéd Cser Majorban. Megvédjük a külső határunkat, és semmifajta migráns tábort, migráns gettót nem vagyunk hajlandóak létrehozni a saját országnak a területén. Itt a rendészeti oktatásban résztvevők számára elsőbb a nyári táborozási lehetőség tud megvalósulni, hiszen ezt az ingatlant egyébként nem annyira használták az elmúlt években, Vitnyéden pedig semmifajta migráns tábor nem lesz, ameddig mi leszünk kormányon. Köszönöm szépen! Mi október 5-én mindenféleképpen megtartjuk a tüntetést, független attól, hogy egyébként a kormány össze-vissza beszél a kérdéssel kapcsolatban, mert látható az, hogy azért hátrált meg a kormány, mert a Mi Hazánk mozgalom rávilágított erre az ott zajló építkezésre, és bejelentettük a tüntetést. Én most a saját szememmel szeretnék arról megbizonyosodni, hogy pontosan mi zajlik jelenleg itt a Cser Majorban, ezért én most kimegyek a helyszínre. Állítólag ezt az egykori tejipari szakiskolát, ennek a területét, ezt menekülttáborrá fogják átalakítani. Ezt a helyi, a vitnyédi polgármester is megosztotta ezt a hírt. És hát ebből azért teljesen egyértelműen lehet arra következtetni, hogy itt valóban ilyen előkészületeket tettek. Ugye én ott élek a déli határzár mellett, hát gyakorlatilag a határzárnál van ilyen kerítés, mint ahogy nálunk is ott a határ mellett mindenhol ugye a nem civilek által használt frekvencia biztosítására felállítanak ilyen adótornyokat. Megtudtam, hogy ez az adótorony ez elkezdett épülni itt egy hónappal ezelőtt, és itt a tiltakozásaink hatására most látjuk, hogy szétszerelték. Úgyhogy itt megtaláltam ennek a darabjait. Ez nem magyar diákok nyári tábora. Tehát ez teljesen egyértelmű. Tehát az, amit ott a parlamentben a szememben mondott az államtitkár, az innentől kezdve egyértelmű, hogy nem igaz. Illetve az lehet, hogy igaz, hogy nem lesz végül migránstábor vagy menekültábor, de hogy eredetileg ez volt a szándék, ez számomra egyértelmű. Tehát nem véletlenül írta meg a kormányzati lap. Nem magyar gyerekeket akartak táboroztatni, magyar gyerekeknek nem építenek ugyanolyat, ami nálunk a magyar-szerb határon épült. Hát az, amit ma itt láttam, amiről meggyőződhettem a saját szememmel, abból teljesen egyértelműen látszik, hogy megint a szemünkbe hazudtak. Az, amit a kormányzati lap, a Kisalföld megírt szeptember 3-án, amit akkor a polgármester úr maga is posztolt, az volt az igazság. Amit akkor leírtak, az kendőzetlenül volt az igazság, ami arról szólt, hogy itt bizony migráns tábort akarnak fölépíteni. Minden kormányzati propagandával szemben ez a száraz és tiszta igazság. Én soha életemben nem találkoztam még emberrel a parlament falain kívül, különösképpen, aki olyan farccal, szemrebbenés nélkül tud hazudni, mint miniszterhelyettes úr és a kormány egyes tagjai, ugyanis heteken keresztül, egy hónapon keresztül képesek voltak írásban és az én szememben, itt az országgyűlésben is azt a hazugságot ismételgetni, hogy önök Vitnyéd mellett a Cser Majorban soha nem akartak migráns tábort építeni. Kiszivárgott a sajtóhoz az a belügyminisztériumi előterjesztés, és ez arról szól, hogy 4,7 milliárd forint akartak építeni 500 fő migráns menekült befogadására alkalmas tábort Vitnyéd Cser Majorban. És azt üzenem önnek, és kérem, hogy adják át a miniszterelnök úrnak is, hogy ne hívja meg a világ összes migránsát azzal, hogy ingyen buszjegyet kapnak majd, hogy Brüsszelbe vigyék őket. Mert pontosan ugyanaz fog történni most ebben az ügyben, hogy ide hívják a világ összes migránsát, aztán majd itt maradnak a nyakunkon, ugyanúgy, mint a vendégmunkások. Köszönöm szépen!
Thank you.